folklór műsorral várták kétjen az érdeklődőket a szüreti napon október 3-án. A lakosság és a környező települések lakóinak örömére sikerült idén is megszervezni a már hagyományos szüreti napot. Bár csak 3 nappal a rendezvény előtt hirdették ki a lakosok körében az eseményt, ennek ellenére sokan ellátogattak a helyi sportpályára, hogy kikapcsolódjanak. Szerintem jó. Általános. Ideje, igen. Így van. Jó egy lenni egy kicsit a szabadon. Most már jó egy kicsit kiszabadulni, kicsit sok volt ez, hogy én végül is végigjártam dolgozni az egész karantén idő alatt, tehát én kimozdultam, de akik otthon voltak így, a gyerekek is, meg ők ebbe belefáradtak. Bár a hagyományos szüreti felvonulás elmaradt, mégis igyekeztek a hangulatot megteremteni. 4 órakor indult a business band a faluba egy kis terautó platóján, utcazenét vagy térzenét adtak elő a lakosságnak, és utána 5 órakor kezdődött itt a folklór műsor a rendezvénysátorba. A már megalapozott hangulatot fokozta, hogy este 7 órától Nótár Méri adott koncertet a közönségnek. A koncert után a szervezők vacsorával vendégelték meg a jelenlévőket, a szüreti napokat pályázati és önkormányzati támogatásból tudták megvalósítani.